Stúdiónk mai vendége F. Kovács Sándor, térségünk és városunk országgyűlési képviselője, a Tiszató miniszteri biztosa. Köszöntöm stúdiónkban. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a Karcok Televízió nézőit. Megkezdődött nemrégiben az országgyűlés tavaszi ülésszaka. Hogyan indult ez az ülésszak? Hát egy kicsit bonyolultan indult, hiszen azt gondoltuk, hogy egy nyugodtabb évnek nézünk elé, de nagy munkával indult, hiszen több törvényjavaslatról is, több beterjesztésről is szavazni kellett. A hétfői napon elfogadtuk Novák Katalin köztársasági elnökasszony lemondását, megválasztottuk Sulyog Tamás új köztársasági elnököt, elfogadtuk a svédek NATO csatlakozását, és hát tárgyalta a keddi napon éjszakában nyúlva, éjfél után az életvégi döntésekről szóló javaslatot, amelyet úgy ismerünk, hogy eutanázia törvény. Tehát munkával, bizottsági ülésekkel és sűrű programmal kezdődött ez a ülésszak, ez a tavaszi ülésszak. Milyennek várható ez az ülésszak? Milyen lesz a folytatás? Hát mindig, amikor választásba nyúlik bele a parlament munka, akkor mindig egy kicsit felfokozott, hiszen ilyenkor a pártok úgy gondolják, hogy kampányolni kell, és akkor jobban kampányolnak a parlamentben, de azt látom, hogy túl vagyunk nagyon nehéz időszakon. Túl vagyunk a koronavírus járványon, túl vagyunk a háborúnak azon a szakaszán, amikor elszabadultak az energiaárak, vágtató háborús infláció volt, és én azt gondolom, hogy ez az év már a konszolidáció, a gazdasági konszolidáció éve lesz, és bízom benne, hogy már reálbérnövekedés, ami már most már meg is látszik, hiszen a pedagógusok béremelése, az egészségügyi szakdolgozók béremelése megtörtént, és folyamatosan a reálbéremelkedések meg is fognak történni. És azt gondolom, hogy egy normális, kiegyensúlyozott, gazdaságilag fejlődő év lesz, és a jövő évben pedig még jobban tudjuk erősíteni azt a hosszú folyamatot, ami 2010 óta az Orbán kormány fel tudott mutatni. Felfokozott hangulat lesz, hiszen látjuk azt, hogy az Európai Unióban is egyre többen háborúpártiak, egyre jobban lovalják bele magukat a háborúba. Már a lengyel miniszterelnöknek, Donald Tusknak olyan véleménye, olyan nyilatkozata volt, hogy már nem kerülhető el a háború, Európa háborúban van, a lengyel parlamentnek az elnöke pedig azt mondta, hogy gyermekeink vérével kell fizetni a békért. Tehát ilyen mondatok talán az első világháború kitörése előtt hangoztak el, ezért üdítő az, hogy a magyar kormány, az Orbán kormány a béke mellett és az azonnali tárgyalások mellett van. Tehát nem hiszem, hogy könnyű esztendőnk lesz. Milyen jogszabályok megalkotására kerülhet sor ebben az időszakban? Hát mindenképpen folyamatos tárgyalásban vagyunk az Európai Unióval, hiszen a támogatások, vagy az Erasmus és a Horizont program engedélyezése miatt olyan dolgokat kérnek tőlünk, ami igazából más Európai Uniós országokban nem. Ezért mondjuk azt, hogy kettős mérce van, hiszen Magyarországtól követelnek olyan szigorításokat, olyan törvényeket, ami más országokban nincs, de úgy vagyunk vele, hogy megpróbálunk megegyezni az Európai Unióval abba, amivel meg lehet. Vannak olyan törvények, amiket nem fogunk meghozni, amiben nem fogunk engedni, ilyen a gyermekvédelmi törvény. A gyermekvédelmi törvény megváltoztatására próbál minket kényszeríteni az Európai Unió, az ellenzéki pártok ezt nem szavazták meg annak idején, és most is enyhíteni akar ezen a törvényen, a kormánypárt és a kormány pedig mindenképpen szigorítani akar, hiszen az elmúlt években rádöbbentünk arra, hogy nagyon sok olyan visszaélés van gyermekekkel, ami mindenképpen bűncselekmény kategóriájába tartozik, és szigorúan kell fellépni. Eddig is szigorúan lépett fel az Orbán kormány, hiszen a pedofilok 2010 előtt 83 pedofil volt börtönben, most pedig több mint 600. Tehát igyekszünk kiszűrni a társadalomból azokat, akik visszaélnek a gyermekekkel, gyermekeinkkel. A nehéz időszak ellenére milyen intézkedéseket hozott a kormány, hogy a családokat támogassa?
Mindenképpen most láttam az Európai Statisztikai Hivatalnak az adatait, hogy hol születik a legtöbb gyermek, hol születik a legkevesebb gyermek, és most az Európai Unióban, mint a hatodik legtöbb gyermekszületéssel lévő ország vagyunk, és persze mondhatjuk, hogy a hatodik a 24-ből, 27-ből nem olyan sok. Meg lehetnénk előrébb is, persze lehetnénk előrébb, de 2010-ben pontosan az utolsók voltunk, és az utolsó helyről jöttünk fel a hatodik helyre, ez köszönhető a családok adókedvezménynek, innek a csoknak, a gyermektámogatásoknak, és hát köszönhető annak, hogy azt az infrastruktúrát is próbálja megteremteni a kormányzat, ami a gyermek neveléshez kell. Hiszen, hogyha egy szülőnő vissza akar menni a munkába, akkor már egyre több óvoda, egyre több bölcsőde létesült, és kiváló minőségben. És hát itt a karcagi példa is, két bölcsőde volt Karcagon, az egyik teljes mértékben megújult, a Varóti bölcsőde, és egy vadonatúj bölcsőde egy régi épület helyén, talán májusban átadásra is kerül, és akkor a szülők dönthetnek arra, a szülőnők, hogy visszamennek hamarabb a munkába, hiszen a gyermekeknek olyan körülménye van, amivel biztosan nyugodtan kitűnő szakembereknél ott hagyhatja a gyermekét, míg ő munkába megy. Én azt gondolom, hogy ezek a támogatások továbbra is fognak folyni, hiszen az adókedvezmény, akár a 7 személyes gépkocsi vásárlási kedvezmény mind arra ösztönzi a fiatalokat, hogy azt a vágyott gyermek létszámot, amit meg akarnak szülni, akit fel akarnak nevelni, mert a magyar fiatalok több gyermeket szeretnének, amikor nyilatkoznak, akkor 2-3 gyermeket, vagy akár több gyermeket, és támogatni kell őket abban, hogy megszülessenek azok a gyermekek, amit a házaspárok, a fiatal párok meg szeretnének szülni, és fel szeretnének nevelni. Ez a támogatás Európában egyedülálló, és most már az Egyesült Államokban is felfigyeltek a magyar modellre, hiszen pont a mai napon tárgyal Orbán Viktor miniszterelnök a korábbi amerikai elnökkel, Donald Trumppal, és hát bízunk benne, hogy Magyarország barátja, és ő lesz a következő amerikai elnök is. Hogyan értékeli a térség és a város fejlesztéseit? Hát én részt veszek ezekbe a fejlesztésekbe, a tervezésbe, az elindításba, figyelemmel követem, de én is csodálkozom. Én is csodálkozom azon, hogy fejlődik a térség, és Karcag hogy fejlődik, hiszen hogyha látjuk azt, hogy minden iskola megújult, az óvodák megújultak, és olyan épületek, olyan létesítmények épültek Karcagon, amire nem csak a környékbeliek, nem csak a karcagiak csodálkoznak rá, hanem minden ide látogató. Hiszen az Erzsébet-ligetbe én azt gondolom, hogy nem csak a milánói pavilon, a Sámándob, hanem az egész környezet csodálatos, és mindenki ámul, bámul. A sportközpontot a Ligetúti sportpályánál valamikor májusban, júniusban át fogjuk adni. Az is 21. századi létesítmény lesz. A fiataloknak sok sportolási, kikapcsolódási lehetőség, munkahelyteremtő beruházások jöttek létre, hiszen a tavalyi évben átadásra került az Agrosprintnek az új telephelye, ami Európában én azt gondolom, hogy az egyedülálló. Egyre több munkahelyteremtő beruházás van Karcagon, és ez nem önmagáért való, hiszen a beton, a tégla, az építkezés nem azért van, hogy csak rácsodálkozzunk és gyönyörködjünk benne, hanem a város vezetésének, Szepesi Tibor polgármester úrnak az a feltett szándéka és az önkormányzattal együtt, és ebben én maximálisan támogatom őket, hogy Karcag vonzó legyen és vonzó maradjon a fiataloknak. Hiszen tudjuk azt, hogy térségünkből nagy a fiatalok elvándorlása, hiszen vonzóbb egy nagyváros, egy Debrecen, egy Szolnok, egy Budapest. Mi olyan város szeretnénk építeni az önkormányzattal közösen, ahol a fiatalok szívesen maradnak, vagy azok a fiatalok, akik elmentek hosszabb, rövidebb ideig tanulni, akár munkát vállalni, akkor szívesen jöjjenek vissza Karcagra, itt neveljék fel a gyermekeket, és Karcag a fiataloknak egy vonzóváros legyen, és dinamikusan tudjon fejlődni, ne csökkenjen a lakosság, és egy igazából élhető város legyen, kicsi oázis itt az Alföld közepén. Képviselő úr, milyen programok várhatóak itt a térségben, amelyek kiemelkedőek lehetnek? Hát több program van, hiszen közeledik legnagyobb ünnepünk március 15-e,
Karcagon Nagy János államtitkár úr fog ünnepi beszédet mondani. Róla azt kell tudni, hogy a miniszterelnök Orbán Viktor kabinetjének vezetője, 20 éve együtt dolgoznak, és hát már tavaly is hívtuk, de akkor egy külföldi beszédet kellett mondani, külföldön kellett beszédet mondani, de idén Karcagon fog ünnepi beszédet mondani, és Tiszafüredre pedig a méltán népszerű és rengeteg munkát végzett Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter fog ünnepi beszédet mondani, és egy lakossági fórumot tartani. Úgyhogy akinek lehetősége van akár Karcagon, akár Tiszafüreden, vagy Budapesten, hiszen fel fogunk utazni Budapestre is többet magunkkal, központi ünnepen vegyen részt. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a lehetőséget.